Üdvözöllek! A továbbiakban több változós függvények szélső értékeit vizsgáljuk. Ehhez bevezetünk egy fogalmat. Legyen az A egy belső pontja az F értelmezési tartományának. Azt mondjuk, hogy F-nek lokális minimuma, illetve maximuma van A-ban. Ha van egy olyan környezete az A pontnak, ami benne van az értelmezési tartományban, hogy ott a függvények, értékek nagyobbak vagy egyenlőek, mint az A-ban felvett függvény érték. Tehát ez a lokális minimum. Lokális maximum esetén pedig az FA érték az nagyobb egyenlő, mint az FX érték. Nézzük meg, hogy hogyan lehet meghatározni a szélső érték helyeket. Hasonlóan az egyváltozós esethez, itt is azt fogjuk kapni, hogy a deriváltnak kell nullának lenni. Csak még az egyváltozós esetben a nulla, az a nulla szám, itt a derivált az a gradiens vektor, és a nulla szám helyett a nulla vektort kell mondani. Következő állítás igaz. Legyen az A belső pontja az F értelmezési tartományának. Ha F-nek lokális szélsértéke van A-ban, és létezik valamelyik változó szerinti parciális deriváltja, akkor az nulla. A bizonyítás viszonylag egyszerű. Tegyük fel, hogy az egyik változó szerinti parciális derivált létezik. Több lehetséges jelölés, most mi ezt úgy fogjuk jelölni, hogy F vesző, és az egyik változó szerinti parciális deriváltat azt úgy jelöljük, az indexbe írjuk azt, hogy XI. Tegyük fel tehát, hogy ez létezik. Definiáljuk a GX függvényt a következő módon. A meg XEI, itt az X, ez egy valós változó, ez az, ami változik. Na most akkor ez azt jelenti, hogy a parciális derivált definíciója szerint a G deriválható nullában, és a G vesző nulla, az pontosan az F XI szerinti parciális deriváltja az A-ban, ugye ez volt a definíció. Másrészt, ennek a G függvénynek lokális szélső értéke van a nullában. Hiszen ha neki abban a pontban lokális szélső értéke van, akkor ha csak egy kis egyenes szakaszra szorítkozunk, akkor ez ott is igaz, hogy azon az egyenes szakaszon lokális szélső értéke van. Ezért az egyváltozós függvényeknél tanultak szerint a szélső értéke van egy egyváltozós függvénynek, és az a függvény abban a pontban deriválható, akkor a derivált értéke nulla. Ezzel az állítást beláttuk. Teljesen hasonlóan ezt ki lehetne mondani, ezt az állítást tetszőleges iránymenti deriváltra is. Most következik egy nagyon fontos állítás a szélső értékekkel kapcsolatban. Ha F-nek A-ban lokális szélső értéke van, és ott totálisan deriválható, akkor a gradiens vektor abban a pontban a null vektor. Miért igaz ez? Azért, mert tudjuk, hogy ha totálisan deriválható egy pontban, akkor abban a pontban léteznek a parciális deriválta. Az előbb viszont beláttuk, hogyha szélső értéke van, és létezik parciális derivált, akkor a parciális derivált nulla kell, hogy legyen. És azt is láttuk korábban, hogy ha egy pontban létezik a totális derivált, akkor annak a koordinátái nem mások lesznek, mint a parciális deriváltaknak abban a pontban felvett értékei. Ebben az esetben ezek a bizonyos abban a pontban felvett értékek, ezek mind nullák. Ez tehát akkor azt jelenti, hogy valóban gradiens vektor a lokális szélső érték helyen a nulla vektort veszi fel. Az egyváltozós függvények körében láttuk, hogy az a tulajdonság, hogy a deriváltja a nullát veszi fel, ebből még nem következik, hogy akkor ott neki lokális szélső értéke van. Gondoljunk csak az y egyenlő x-köbb függvényre. A nullában a deriváltja nulla, és mégsem szélső értéke. Ez tehát azt mutatja, hogy az a feltétel,
hogy a gradiens az A-ban null vektor, ez még nem elég. Nézzünk erre egy példát. Tekintsük az fx y1 y-x négyzetszer y-2x négyzet függvényt. Kis számolással, ez lehet házi feladat, kiszámoljuk az x szerint és az y szerinti parciális deriváltakat. Látjuk, hogy ezek folytonosak, akkor ebből következik, hogy az f totálisan deriválható bárhol. Speciál, ha megnézzük, akkor azt kapjuk, hogy a gradiens vektor a nullában null vektor. Mégis az f-nek nincs lokális szélsértéke nullában. Mert az igaz, hogy az f az origóban a nulla, de az origó bármely kis környezetét vesszük, ott a függvény felvesz pozitív és negatív értéket is. Nézzük az y-x négyzetszer, y-2x négyzet függvény grafikonját. Ez most a háromdimenziós térben egy felület. Pirossal van jelölve az x-tengely, zölddel az y-tengely, és így függőlegesen a z-tengely. Ez a szürke rész, ez megfelel annak, amikor a z az nulla. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a felület. Látjuk, hogy itt középen, vagy itt a szélén, itt negatív értékeket vesz fel az origó körül. Nézzük meg egy kicsit felülről, oldalról, bármilyen nézőpontból. Tehát itt látjuk, hogy ott hozzáér, és bármilyen kis környezetet veszünk, ott valóban fölvesz egy negatív értéket is. Tehát így néz ki a felülete a függvénynek. F függvény, amely skaláértékű esetén az F második deriváltja egy n-szer n-es mátrix lesz. Ezt a mátrixot az F Hesse mátrixának hívjuk. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Tehát az első sorban az F-et deriváljuk az X1 szerint, mindenhol, utána pedig, amit itt kaptunk, azt deriváljuk újból x1 szerint, utána deriváljuk x2 szerint, stb. Xn szerint. Ha az oszlopokat nézzük, akkor a következőt vehetjük észre. Mi szerepel az első oszlopban? Az f gradiens vektora, amit utána minden egyes koordináta függvényt deriváltunk az x1 szerint. Mi szerepel a második oszlopban? Az f gradiens vektora, és utána minden egyes koordináta függvény már a második változó, tehát az x2 szerint deriváltunk így tovább. Az utolsó oszlopban az f gradiens vektora szerepel, ahol minden egyes koordináta függvény az xn szerint deriváltunk. A korábban vett tétel szerint, több neve is van, Young tételként szokták gyakran hivatkozni, nagyon általános feltételek mellett ez a mátrix szimmetrikus. Nagyon általános feltétel, egy elégséges feltétel, például az, hogyha a parciális deriváltak, tehát ezek a másodrendű parciális deriváltak, ezek abban a pontban folytonosak, akkor már ez a mátrix szimmetrikus lesz. Már akkor megjegyeztem, hogy ennél sokkal kevesebb is elegendő. Az egyváltozós függvények esetében a második derivált előjelét kell megvizsgálni. Többváltozós függvények esetén a második derivált egy szimmetrikus mátrix. Mit értsünk egy szimmetrikus mátrix előjelét? Lineáris algebrában a következő fogalmat szokás bevezetni. Egy négyzetes, egy n-szer n-es mátrixot pozitív, illetve negatív definitnek nevezzük, ha minden nem nulla vektor esetén az x, ax skaláris szorzat pozitív,
illetve negatív. Ha a szigorú egyenlőtlenség helyett, tehát a nagyobb helyett, nagyobb egyenlő, illetve a kisebb helyett, kisebb egyenlő szerepel, akkor úgy mondják, hogy az első esetben, hogy az a mátrix az pozitív, szemidefinit, illetve amikor a második esetről van szó, akkor úgy, hogy negatív, szemidefinit. Ha pedig egy mátrix, egy ilyen szimmetrikus mátrixra nem teljesül egyik dolog sem, akkor úgy mondják, hogy indefinit. Ami tehát azt jelenti, hogy egy A n-szerennes mátrix, ez pontosan akkor indefinit, ha vannak olyan XY értékek, amikre az X A is skális szorzat negatív, az Y A Y skális szorzat pedig pozitív. Azt, hogy hogy lehet eldönteni viszonylag hatékonyan egy négyzetes mátrixról, hogy definit vagy indefinit, arra majd később még visszatérünk. Mondjuk ki most az elégséges tételt a szélső értékkel kapcsolatban. Maga a bizonyítás nem nehéz, de elhagyjuk. Következőt állítjuk. Legyen az f kétszer totálisan deriválható a-ban. Tegyük fel, hogy az f gradiens vektor az a-ban nulla vektor. Abban az esetben, ha ez a Hesse mátrix pozitív definit, akkor f-nek a-ban lokális minimuma van. A gradiens szintén az a-ban nulla, de most a Hesse mátrix negatív definit, akkor f-nek a-ban lokális maximuma van. Ha a Hesse mátrix indefinit, akkor nincs lokális szélső érték. Ha a Hesse mátrix szemidefinit, tehát akár pozitív szemidefinit, akár negatív szemidefinit, akkor további vizsgálatra van szükség. Ez már nem olyan könnyű, ugye az egyváltozós függvények esetében is, hogyha a második derivált nulla, meg lehet próbálkozni a harmadik deriváltal, a negyedik deriváltal, elbonyolódik a dolog. Igazándiból numerikus esetekben nem ezt szokták alkalmazni, hanem különböző heurisztikus módszereket alkalmaznak, hogy hogy viselkedik az A-pont környékében a függvény. Térjünk most vissza arra a kérdésre, hogy hogy lehet egy szimmetrikus mátrixról eldönteni, hogy milyen definit. A következő fogalomra lesz szükségünk. Ha van egy n-szerennes mátrix, mindegy, hogy szimmetrikus vagy nem szimmetrikus. K-adik sarok determinánsa a bal felső K-szor K-as a-determinás. Tehát ezt nevezik sarok minornak, és ezt úgy jelöljük, hogy DK. Ennek segítségével most már tudunk adni egy feltételt a definitségre. Ha egy szimmetrikus mátrix, ez pontosan akkor pozitív definit, illetve szemidefinit, ha minden sarok determináns pozitív, illetve minden sarok determináns nagyobb egyenlő, mint nulla. Akkor tehát pozitív definit, és az összeset meg kell nézni, tehát a k egyenlő 1-től egészen n-ig. Mikor lesz ez a mátrix negatív definit, illetve szemidefinit? A sarok determinánsok váltakozó előjelűek, azaz mínusz 1 a k-adikon, szorozva d a k-adikon, ez pozitív, tehát ekkor negatív definit, illetve ha ez nagyobb egyenlő 0, akkor negatív szemidefinit. Nagyon fontos megjegyezni tehát, hogy a k egyenlő 1 esetben ez a mátrix első sorának első eleme. Mit jelenti? Tehát k egyenlő 1 esetben, és ott mínusz előjelet kell venni. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a sarok minoroknak az előjele, tehát úgy kezdődik, hogy mínusz, kétszer kettesé plusz, és így váltakozó előjellel. Megjegyzés, nem bizonyítjuk. Mivel egy Hesse mátrix szimmetrikus, így korábban láttuk lineáris algebrából, hogy van saját vektorokból álló ortonormált bázisa, amiben a mátrix diagonális.
az átlóban saját értékek szerepelnek. Ha csupa pozitív saját értéke van, akkor a Hesse matrix, vagy általánosabban a szimmetrikus matrix pozitív definit. Ha feltesszük, hogy nagyobb egyenlők, mint nulla a saját értékek, akkor pozitív személy definit. Hasonlóan, ha a saját értékek mind negatív előjelűek, akkor szimmetrikus matrix negatív definit. Ha a saját értékek azok kisebb egyenlőek, mint nullák, akkor a matrix negatív semi definit. Nézzünk egy példát szélső értékkeresésre. Legyen az fx, y, z, ez egy három változós függvény, keressük meg a lokális szélső érték helyeit. Első lépésben ugye meg kell néznünk, hogy mi lesz az ő gradiens vektora. Az x, y, z parciális deriváltak léteznek, minden x, y, z esetén folytonosak, tehát akkor ebből következik, hogy totálisan deriválható. Akkor a gradiens vektor egyenlő nulla, az tehát azt jelenti, hogy a parciális deriváltak mindegyik a nulla skalárt kell, hogy fölvegye azon a bizonyos helyen. Meg kell oldanunk ezt az egyenletrendszert. Ez egy könnyű egyenletrendszer, ugye az elsőből azt kapjuk, hogy x négyzet mínusz egy egyenlő nulla, másodikból y négyzet mínusz egy egyenlő nulla, végül a harmadikból z négyzet mínusz egy egyenlő nulla. Ennek az egyenletrendszernek akkor 8 megoldása van, tehát itt az előjeleket tetszőleges módon választhatjuk itt kétféleképpen, 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 tehát valóban ez 8 lehetőség. Nem biztos még, hogy minden 8 pontban van is szélső érték. Ezek egyelőre még csak lehetőségek. Nézzük meg a Hesse mátrixát, hogy hogy néz ki. Ki kell számolnunk a második vegyes deriváltakat. Szokásos elnevezés, amikor mindegyik parciális derivás ugyanazon változó szerint történik, úgy is szokták mondani, hogy tiszta parciális derivált, amikor pedig itt különböző változók szerint történik a deriválás, akkor azt szokás nevezni vegyes parciális deriváltnak. Így néz ki tehát a Hesse matrix. Szerencsére ez pont diagonális matrix, ezért könnyű lesz megállapítani a definitségét, illetve indefinitségét. Mit kell csinálnunk? Be kell írnunk az XYZ helyére a feltételezett szélső érték hely koordinátáit. Nézzük az 1-1-1 pontot. 6, 6, 6. Nézzük meg az aldeterminánsok előjelét. 6 van, az pozitív, 6, össze kell szoroznunk, pozitív, pozitív. Tehát mind a három aldeterminás pozitív előjelű. Akkor a tétel szerint az 1-1-1 pontban, mivel a mátrixunk, a Hesse mátrixunk pozitív definit, ezért neki ott lokális minimuma van. Mi van akkor, hogyha az XYZ-t a mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy pontban nézzük, akkor itt úgy kezdődnek az aldeterminások előjelei. Ez a fontos, csak az előjel, hogy mínusz a, tehát mínusz, 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 tehát plusz, megint mínusz, mínusz. Tehát az előjel sorozat az az, hogy mínusz, plusz, mínusz. Akkor ez azt jelenti, a mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy koordinátájú pontban a függvénynek lokális maximuma van. Meg lehet gondolni, ez legyen egy házi feladat, hogy a többi 6 pontban a függvény indefinit lesz. Tehát még csak nem is lesz semidefinit, amit esetleg valahogy később meg kellene vizsgálnunk, hanem kifejezetten indefinit lesz, tehát nincs lokális szélsőértéke. Azokat a helyeket, ahol indefinit a Hesse matrix, azt úgy is mondják, hogy nyereg pont. Ennek az az oka, hogyha általában, ezt meg lehet mutatni, hogyha ábrázoljuk annak a pontnak egy környezetében a függvényt, akkor egy nyeregre hasonlító felületet kapunk.